Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, én Budai Henriette vagyok, a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesülete titkára, és először kérem tekintsék meg támogatónk az Anteus Kft. Bevezető filmjét. Érdekes téma, amiről ma beszélünk, hiszen az épületek, mint áramfogyasztók egy teljesen új szerepben tűnhetnek fel, így a nem is olyan távoli jövőben, mégpedig, hogy a kereslet oldalról szabályozhatják és egyenlíthetik ki a központi hálózatok leterheltségét. Miért is vannak leterhelve a központi áramhálózatok? Hát azért, mert hogy a termelői oldalról egyre több napelempark épül, amelyek áramot termelnek, a fogyasztói oldalról pedig exponenciálisan növekszik azoknak az elektromos töltőállomásoknak a száma, amelyeket egyrészt irodaházakban, másrészt magánházaknál elhelyezünk. És három piaci szereplő fogott össze annak érdekében, hogy tesztelje, hogy ez az áram kiegyenlítés, ez a szerep hogyan is valósítható meg. Szóval, amiről már röviden szeretnék beszélni, azok nem arról fognak szólni, hogy milyen lehet a jövő 5 vagy 10 év múlva, arról szeretnék beszélni, hogy milyen eredményeket értünk el az elmúlt egy évben, és hogyan látjuk, hogy hogyan fog alakulni ez a piac már a jövő év elejétől. És erre fogok adni 15 percben egy rálátást, hogy legyenek egy kicsit up-to-date-ak, és megértsék, hogy ebben milyen lehetőségek vannak, és milyen lépéseket tehetnek, hogyha ezekhez a trendekhez szeretnének csatlakozni. Mi azt látjuk, hogy a mai innovációs kihívások azok nem bonyolultak, viszont már nagyon komplexek. És az, hogy nagyon komplexek, az azt jelenti, hogy nagyon sokfajta kompetenciának kell együtt dolgoznia, annak érdekében, hogy valamilyen új innovációs eredményt hozzunk létre. Ezért örültünk neki annak nagyon, hogy három ennyire különböző cég tudott együtt dolgozni, és valami kézzelfogható, és már megvalósult egyedét létrehozni ezeknek az okos hálózati és okos épület működéseknek itthon. A történet valahol az aktív része 2 éve kezdődött, amikor is az Energo Hungary felkereste a Daikin Magyarország irányvállalatát, és felvetette a lehetőséget, hogy a különböző hűtő-fűtő berendezéseket okos hálózati megoldásokba vonjuk be, és ezzel egy újfajta szolgáltatást kínáljunk ezeknek a tulajdonosainak és üzemeltetőinek, és közösen pedig felkerestük a CPI Property Groupot, akiknél pedig már eddig is egy nagyon magas prioritással volt kezelve minden, ami a fenntarthatósággal, az emissziócsökkentéssel és a fejlett energetikai működéssel volt kapcsolatos. Mi azt látjuk, hogy az ingatlan piacon is és az energetikai piacon is viszonylag szegmentált a piac arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálunk változásokra. Mindig vannak és voltak a késői tagság, a késői többségnek a tagjai, akik már csak akkor reagálnak változásokra, amikor ez már muszáj, amikor már ez egy kötelezettség, vagy már jelentős kockázatokat jelent. Van a korai többség, akik az aktív trendkövetők, és akkor nyúlnak új megoldásokhoz, és mennek át új üzleti modellekre, amikor már látják az első sikeres szereplőket a piacon, és szeretnének még gyorsan reagálni, de nem magas kockázatok mellett, és innovációs kockázatokat nem kezelve szeretnének
alkalmazni megoldásokat, és vannak a trendeket megelőző proaktív innovátor szereplők, akik pedig elébe mennek ezeknek a változásoknak, és a például a Fit for 55-os elveket tekintjük, amik most az EU-ban ugyebár elkezdenek körvonalozódni, és elénk kerülnek, akkor nem azt nézzük ezekben, hogy ez milyen kockázatot jelent a jelenlegi operációnkra, hanem sokkal inkább azt nézzük, hogy milyen lehetőségeket nyitnak ki nekünk a jövőben, és hogyan tudunk ebből erősebben és versenyképesebben kijönni. És hogy ez az a szemlélet, amiben dolgoztunk, és ennek a mindsetnek a jelentőségére is szeretnék majd egy kicsit rávilágítani. Ahhoz, hogy értsük, hogy milyen a megoldásnak a lényegét, kicsit át kell tekintenünk ennek a piacát. Ugye az energiapiacon belül is egy különleges és izgalmas piac a hálózatkiegyenlítés, az áramhálózat egyensúlyának és az energiapiacnak a kereskedelmi egyensúlyának a megtartása. Ez ugye Magyarországon a rendszerirányítónak a feladata, ezt egyszerűen Mavirnak nevezzük, ez egy állami monopol cég, akinek egyetlen egy nagyon fontos feladata van a határmenti tevékenységét leszámítva, az pedig arról szól, hogy a termelőket és a fogyasztókat körülbelül minden időpontban, 15 perces blokkokban egyensúlyban kell tartania. És ez az egyensúlyban tartás, ez jelentős feladatot ró az áramhálózat tagjaira, a termelőkre, mert hogy ezt egészen eddig kifejezetten a termelők látták el, és ezért a feladatért a termelőket is jutalmazta az áramhálózat. Valahogy mindig mozogtak a fogyasztók, és hogy mozogtak valahogy a fogyasztók, a termelők ezt mindig próbálták lekövetni, kisebb-nagyobb hibával. Viszont az elmúlt 20 évben jelentősen megváltozott a piac, és ez úgy változott meg, hogy a termelők között egyre nagyobb és egyre jelentősebb csomagot képez az időjárás függő megújulóknak a részaránya. És ez a lekövetés, ez már nem olyan könnyű, és elég elért a határaihoz. És a másik oldalon pedig a fogyasztókat pedig sosem használták arra még, hogy az elmúlt pár évet leszámítva, hogy ebben a kiegyenlítési szerepben részt vegyen, és nem csak úgy lehet az áramhálózati hiányt pótolni, hogy elindítunk még további erőműveket, hanem úgy is lehet egy hiányt pótolni, hogy bizonyos típusú fogyasztóknak a teljesítményét csökkentjük vissza. És ez a szemlélet, hogy nem többet termelek, hanem időszakosan átmenetileg kevesebbet fogyasztok, ez a fogyasztóoldali szabályozásnak a jelentősége, és hogyha a fogyasztók részt vesznek ebben a kiegyenlítési feladatban, ez azt is jelenti, hogy ők is jutalmazásra kerülnek azért, mert segítik az áramhálózat egyensúlyának a megtartását. Miért nem történt ilyen az elmúlt 5 évben itthon, vagy 10 évben, miért most került ez az asztalra? Hát nagyon egyszerű. A dolog jelentősége abból fakad, hogy hiányoztak még nagyon fontos kirakódarabok, például új energiapiaci szereplők, és ilyen új energiapiaci szereplő a független aggregátor, az aggregátor, aki egy hidat képez a fogyasztó és a fejlettés néhány egészen bonyolult villamosenergiapiacnak a funkciói közé. És hogy azon kívül létrejön egy új piaci szereplő, aki nagyon hasonló egy energiakereskedőhöz, de nem energiakereskedő, hanem a rugalmasságot, a fogyasztónak a változtató képességét kereskedi, és szolgáltatja a piac felé, és ennek a megvalósulásában és elszámolásában segítkezik. Ezen kívül kettő dolog még szintén nagyon fontos ahhoz, hogy megtörténjen a csoda. Az egyik az, hogy kellenek olyan berendezések, fogyasztók, amikben van tartalék, rugalmasság, tűrőképesség arra, hogy dinamikusan legyenek használva. Másik oldalon pedig kell egy olyan facility management, asset management szervezet, aki ezeket a megoldásokat képes összekötni, és ezeknek a lehetőségeit hát aktívan kiaknázza. Hogy mit jelent ezt kicsit célirányosan lebontva a valóságba? Ez azt jelenti, egy rajzon keresztül tudom megmutatni, a rajz alsó részén felrajzoltuk azt, hogy hogyan alakul az épületen belül egy komfortszint, mondjuk egy hőmérséklet, és ennek milyen felső és alsó értékei vannak annak függvényében, hogy mit várnak el a bérlők, a lakók. És ezen a belül, ezen a szűk medzsin belül tartva az épületet, hogyan lehet a fűtési vagy fűtési rendszer teljesítményigényét időszakosan csökkenteni.
Idén áprilisban történt az első ilyen hazai teszt a CPI-nak a Balance Hall irodai épületén, a Váci úton, és reggel, kicsivel 6 óra után kiadtunk egy utasítást arra, hogy a rendszerek térjen vissza az épület egy nagyon energiahatékony és komforttartó üzemmódba. Aztán pedig egy fél óra után ezt a parancsot elengedtük, és hagytuk, hogy visszatérjen az épület a normál paraméterei közé, és hát azt látjuk, hogy egy viszonylag hosszú szabályozás után a létesítmény pár tized fokkal változtatta meg a komfort szintjét, és hogy ez a hűlés, ez nem nagyobb, mint 0,2-0,3 fok per óra. És ez a szám, ez a tapasztalat, ez arra mutat rá, hogy az épületeket a kifejezett nagy tehetetlenségük miatt lehet úgy használni, mint egyfajta akkumulátort, aki fogyaszt, és időszakosan csökkentve a teljesítményét, akkumulálta azt a komfortszintet, amit tartani akarunk, és utána valamilyen határokat betartva, valamilyen mesdjén mozogva, időszakosan tudja az épület csökkenteni, utána pedig akár növelni is a teljesítmény igényét, és egyfajta tárolóként ki tudja segíteni az áramhálózatnak a nehézségeit. Nagyon fontos látni azt, hogy itt, amikor dolgoztunk egyetlen épületen, 200 kW flexibilis teljesítményt tudtunk viszonylag egyszerű rendszerelemeknek az integrációjával már elérni, és ennek jelentősége van. Egyetlen épület 0,2 megawattot jelentett, és a teljes ország elkegyeg 2-300 megawatt ilyen típusú teljesítményen. Ez ugye azt jelenti, hogy 1000 épület már egy országot egyben tudna tartani. Nézzük kicsit részletesebben, hogy mit csináltunk ugye egészen pontosan. Első részben ugye kiépítettünk egy adatgyűjtést, vezérlést, 1200 adatponton vizsgáltuk és vizsgáljuk jelenleg is az épületnek a működését, a rendszereknek a jellegét, és előrejelzési modelleket illesztünk az épületnek a teljesítményigényéhez, belső komfort szintjéhez. Például figyelembe vesszük az időjárás forecastot, a várható belső viselkedést és egyéb rendszereknek a jellegét, és ez alapján előrejelezzük azt, hogy milyen teljesítményre lesz szükség, és ezen belül milyen rugalmasságra lesz képes órásbontásban. Intelligens beavatkozási módokat dolgoztunk ki, és ez azt jelenti, hogy olyan módon avatkozunk be a berendezéseknek a vezérlésébe, szabályozásába, hogy az nem sérti az épületfelügyeleti rendszereknek a működését, és nem sérti a berendezéseknek a működését és azoknak az általános szabályozási követelményeit. És ezen kívül pedig egy másik nagyon fontos dolog, hogy külön védelmi réteget alkalmaztunk arra, hogy az épületeknél a kifejezetten fontos SLA elveket, a komfortot védjük, és biztosan megyünk abban, hogy az épület semmilyen olyan áramhálózati kérésre nem tud olyan pozícióba kerülni, amikor a belső komfort sérülne. Ezen kívül pedig ezt integráltuk egy olyan központi rendszerbe, ahol több épület tud együtt dolgozni, annak érdekében, hogy valamilyen okos hálózati, áramhálózati igényre képesek legyenek reagálni. Hogyan tud egy létesítmény bekerülni egy ilyen csoportba, és hogyan tud ebben részt venni az aggregátor, hogy egy okos épület, egy okos hálózat része legyen. Első lépésben ugyebár a kezdeti beszélések után egy monitoring vizsgálatot folytat le, megvizsgálja az SLA-t és a várható rendszerrugalmasságot, és akkor ez alapján készít az aggregátor egy potenciál beszélést, és monitoringot helyez el az adott létesítményben. Nyilván ez sosem jár költséggel az időráfordításon kívül a bevont fogyasztó oldaláról. A berendezés, ezt követően a berendezéseket is a helyi épületfelügyeleti rendszert, a BMS rendszerre kerül adatgyűjtés és különböző szabályozási és vezérlési rendszerintegráció, és ezt követően lehet lefolytatni a szabályozási teszteket, még átalakítást tenni a szabályozás technikán, és majd lefolytatni a rendszerirányítóval, a MAVIR-ral a vonatkozó akkreditációkat. Az akkreditáció lezárult, és azt mondjuk, hogy ez már egy minősített okos épület,
akkor ezt követően pedig kiléphet ugye bár a különböző aukciókra az aggregátoron keresztül, és ezt a flexibilitást, ezt pénzé tudja tenni. Ezen kívül pedig létrejön a rengeteg gyűjtött adat és predikció alapján egy facility managementet támogató adattárház, ahol különböző szolgáltatásokat érhet el igény szerint még itt a szereplő. Illetve hát ő korlátozhatja egyébként a piacon való részvételét természetesen. Hogy egy tudatos épület esetén milyen előnyei vannak, hogyha ha okosítjuk az épületünket, akár BMS cserével, akár OT integrációval. Itt BMS cserére egyébként nincs szükség, az csak egy későbbi lehetőség. Hát egyrészt ez az adattömeg és adattárház milyen tudja támogatni az adatvezérelt üzemeltetésnek az elvét. Ezen kívül a komfortszintnek a mély vizsgálatával és felügyeletével ugyebár sokkal jobb rálátása van a szereplőknek arra, hogy pontosan mit is szolgáltat az ő épületében, és pontosan látja azt is, hogy milyen határok között tud és fog tudni mozogni a jövőben. Illetve jelentős kihívás ma az épületek esetén a teljesítménygazdálkodás. Ha arra gondolunk, hogy autótöltőket kell telepítenünk, és egyre jobban elektrifikálódnak ezek az épületek, és az áramházati cégek pedig ezzel nem tartották az ütemet, akkor hát azt látjuk, hogy van olyan ingatlanfejlesztés, ahol már egy-egy megawattos akupakkal indulnak meg az első években, mert nem volt jobb megoldás. És hogy itt nyilván milyen el lehet menni különböző irányokba. Vannak konvencionális, innovatív, hálózatszintű és épületszintű megoldások. Nos, hát egy konvencionális megoldás például a kogenerációs technológiáknak az alkalmazása, és egy innovatív út az például a különböző autótöltő berendezéseknek az okosítása, a tárolótelepítés, és például a létesítményoldali szabályozás, amiről ma beszélgetünk. És én azt gondolom, hogy ismerve ezeket a technológiákat és ezeknek az alkalmazását, én azt látom, hogy a jövőben ezek a digitalizált és házadban között megoldások lesznek a dominánsak. Megkértek, hogy beszéljek meg egy kicsit konkrétan arról, hogy milyen értéke és lehetősége van annak, hogy egy épületet okos épületté teszünk, és aggregátorként részt vesz a hálózat kiegyenítés szerepében. És arra is megkértek, hogy ne túl konkrét projekten, kicsit általánosan mutassam bennek szemléletét. Úgyhogy az általános példában azt tudom mondani, hogy képzeljünk el egy megawattos hűtő-fűtő rendszert, ez annyira nem nehéz, és hogy képzeljük el, hogy ez közel mindig elérhető az áramhálózat számára. Na most az aggregátor ugye mit fog tenni? Létrehoz kettő darab papírt, egyrészt egy aggregátor szerződést ad, ami gyakorlatilag egy olyan kereskedelmi megállapodás, ami a létesítmény számára egy jövőbeni árbevételt ad. Másrészt pedig létrejön egy akkreditáció, ahol pedig a rendszerirányító által elfogadásra kerül a fogyasztási hely és létesítmény, mint egy minősített okos épület és hálózatszabályozási kapacitás nyújtó vételezési hely. Ezen kívül, amit még lehet alkalmazni a különböző épületminősítő rendszerekben, Dreamlead, stb., ugye a pontok járnak a fogyasztódai szabályozásért, és elfogadhatóak ezek az épületminősítésnek, akár ingatlanfejlesztési projektben az épületminősítésnek a pontjainak az összegyűjtésében, vagy a szintnek a növelésében. Nos, hát a jövőbeni pénzáramot ugye a kiegyenítő energia, a nyújtott kiegyenítés szolgáltatás határozza meg. Megawattonként ezt úgy lehet becsülni, hogy ez 800 megawattóra ilyen energiát jelent, tehát egyszerűen mondhatjuk azt, hogy 5 éves előrevetített időszakban ez összesen 4 gigawattóra ilyen energiát jelent. Az, hogy mennyit ér egy ilyen energia, hát nagyon röviden egyre többet. Az elmúlt egy évben 2,5-3-szorosára emelkedett ennek a díja. 2 éve még egy 20 milliárdos volt a magyar piac, ma már 30-40 milliárdra rúg a magyar kiegyenítő energiaforgalom. És ha megnézzük a villamosenergia díjakat, akkor ott is ott látjuk, hogy körülbelül 100 euró környékén leng a piac, és vagy ilyen magas. Nagyon fontos szempont, hogy a kiegyenítő energia mindig drágább, mint az áramtőzsdei ár. És hogyha ezt le akarom hozni a mindennapokba, akkor azt mondom, hogy egy bevásárlóközpont esetében
ez megawattonként körülbelül 150 plusz kiadott négyzetmétert jelent ez az árbevétel. Négyzetméterre vetítve ez 26 forintot jelent havonta, és körülbelül egyébként ezek a bevételek, amik elérhetőek közvetlenül csak az okosházati üzemből, az éves villamosenergia költségnek a 3%-ára rúgnak. Itt azt emelném ki még, ami nagyon fontos, és sokszor meglepődnek rajta, hogy az agregátor ruház be és integrál, és hogy ezt a létesítmények nem kell kifizetnie, csak részt kell vennie benne, és hogy ezáltal ez egy olyan bevétel, ahol nincs a másik oldalon egy CAPEX kockázat. Ami még nagyon fontos, és igazán fontos, hogyha 50 évben meg 30 éves távlatokban gondolkodunk, hogy ma az áramhálózatnak a kiegyenlítését, azt a különböző régi kogenerációs, gázmotoros, gázturbinás technológiák látják el. Ezeknek az effektív kibocsátása valahol olyan 490-500 g CO2 effektív egyenérték per kilovattórában van. Az okosházati megoldások pedig, mivel itt teljesítménycsökkentésről beszélünk, nem pedig még plusz kibocsátásról, itt az áramhálózatnak, a hálózatról vételezett CO2 kibocsátása az effektív. Ugye Paks miatt nekünk a fele az 0 grammal kerül elszámolásra durván, ennyit termel meg Paks, és ez egy viszonylag alacsony 196 grammos értéket jelent. Hozzáteszem, a svédek és a norvégok se szoktak 30-40 gramm alá menni, pedig ők aztán igazán magas szinten űzik a dekarbonizációt hozzánk képest. És hogy ma a napjainkban ez egy 60%-os CO2 csökkentés az áramhálózat számára, és ahogy dekarbonizálják a hálózatot, ez úgy fog növekedni körülbelül 90%-ig a következő 20-30 évben. És hogy ez azért egy jelentős szám, és hogy ezt felfogjuk, hogy milyen jelentős szám, ez 100 ilyen létesítménynek a részvételével már azt jelenti, hogy körülbelül 40 ezer fa CO2 megkötését spórolják meg ezek az épületek, és vagyis hát segítenek megspórolni a hálózat számára ezek az épületek. Én köszönöm mindenkinek a figyelmét és az időre, hogy rövidségére volt tekintettel, vissza is adom a szót, hogy tudjunk ezekről beszélgetni, illetve válaszolunk is. Tamás nagyon sok technikai részletet említett, de én egy kicsit messzebbről közelíteném meg, és inkább így a három piaci szereplőnek a szerepét ebben az egészben világítanánk meg, akik ugye most kapcsolódtak be, Kinde Gergely a Daikin Hungary Kft-től, illetve Győri Gyura a CPI-tól. Ugye a Daikin gyártócég, vagy forgalmazócég, vagy hogyan tudnám ezt így jellemezni. Ugye Gyuláik pedig többek között épületüzemeltetéssel foglalkoznak, ugye fejlesztő cég, de ebben a projektben, mint épületüzemeltető vettetek részt. És én ugye nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ez egy merőben úttörő szerep, hiszen ez egy pilot projekt, hogy nektek, mindannyiótoknak, mi jelentett értéket, hogy részt vegyetek ebben a pilot projektben? Elsőként akkor Gergelyt kérdezném. Ugye, amikor minket az energósok megkerestek, az egész pilot projekt úgy indult gyakorlatilag ez, amit létrehoztunk, hogy az Energo megkereste a Daikin Magyarország leányvállalatát, és gyakorlatilag nyitott ajtókat döngettek, mert hogy a Daikin filozófiájában ott van az, hogy folyamatosan az innovációra, mióta megalapult a maga a Daikin Europe, meg a Daikin világ, azóta az innovációt fektettük előtérbe minden esetben. Így a nyitott ajtókon keresztül azonnal megindult egy együttműködés, és nagyon érdekes volt az elején, hogy az első megbeszéléseink során azért már nagyon látszott, hogy ahogy a Tamás is említette, nagyon különböző résztvevők vagyunk, tehát nagyon különbözőek a kompetenciáink, viszont a gondolkozásmódunk mégis nagyon egyezik abban, hogy törekvünk egyszer az új megoldásokra, a szolgáltatások minőségére, valamint arra, hogy bármit, amit nyújtunk, azzal a környezetet védjük, és ezért minél több mindent megtegyünk. Emellett azt is látni kell, hogy számunkra a Daikinnál nagyon-nagyon fontos az, hogy ne csak berendezésekről beszélgessünk, hanem rendszerekről, sőt, hálózatokról. Ez megint egy filozófia nálunk, ezt nem is tudnám jól lefordítani, ez úgy hangzik, hogy Think Global, Act Local.
Tehát gondolkozunk mindig. Nagyon sok cégnek a filozófiája egyébként. Gondolkozzunk nagyban, de kezdjük kicsiben. És ez így is történt, hiszen először elkezdtünk kicsiben, és látjuk, hogy hova fejlődik ez az egész dolog. Köszönöm. Gyula, nektek, hogy felajánlottátok ezt a házat gyakorlatilag erre a kísérleti projektre. Nektek mi számít értéknek? Hát, mikor megkerestek minket, ugye eljött hozzánk a Daikin is a Energo. Mondhatnám úgy, hogy a születésnapként élem meg ezt a dolgot. Mi ebben már régóta gondolkoztunk, csak a megvalósításnak, egy kicsit olyan álomnak tűnt ennek a megvalósítása, de értettük ezt, hogy hogy működik. A kollégámmal nagyon sokat beszéltünk róla, és majd, hogy nem, amikor volt ez a megbeszélés, a Tamás elővette a prezentációját, és azt látom, hogy itt az eleje egy olyan, hogy elmagyarázza, hogy mi ez, és akkor én azt mondtam, hogy ugorjunk egy nagy lépés előre, hogy nézzük meg, hogy mondja el konkrétan, hogy mi az, amire gondolnak, és akkor hogy ugyanarra gondolunk el, és azt gondolom, hogy utána felgyorsult nagyon ez a folyamat. Mi a CPI-nál nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy innovatív megoldásokat támogassunk, illetve saját magunk is sokat gondolkozunk ebben, és ez nem azt mondom, hogy minden képzeletemet felülmúlta, de egyszerűen nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan eljön. És az, hogy az épületeinket ilyen szinten tudjuk, be tudjuk vonni egy hálózatba, amely a megújuló energiaforrások használatát elősegíti, ez egy sokkal nagyobb lépték, mint az, hogy lekapcsolom a villanyt. Viszont ha belegondolok, hogy ez aránylag idézőjelben egyszerű dolog, viszont megmutatja azt, hogy megismered az épületet. És ez egy nagy kihívás is volt nekünk, hogy tényleg mi úgy ismerjük ki az épületünket, hogy arra tudjuk erre adni. És a másik nagyon fontos dolog volt nekünk az, hogy a Daikint elkezdtük másképp látni, hogy a Daikin nem csak egy forgalmazó, hanem egy Daikin egy olyan partner, amely most nem a gépeiről szól, hanem a gépeik üzeméről szól, és a gépeik üzemét egy teljesen harmadik fogalomra felhasználjuk, és ezt a folyamatot nem csak ebbe a együttműködésben tudtam felépíteni, illetve tudjuk hasznosítani, hanem egy további, megnyitott egy új gondolkodási módot, mint mondtam, megismerjük az épületeket, és felírtam itt a Tamás prezentáció alatt, hogy mi indult el bennünk. Egy edukációs folyamat indult el bennünk. Egy olyan, hogy egy új dolgot tanulhatunk, továbbfejleszthetjük az épületünk működését is. Ez csak egy, azt gondolom, egy kis lépés, és én például nagyon várom már, hogy a otthoni kis lakásomat is ugyanilyen helyzetbe kelljen beraknom, kötelezően. Köszönöm, majd erre vonatkozólag így lesz egy kérdésem, viszont azért Tamást is megkérdezném, hogy nyilvánvalóan nektek, mivel ti kezdeményeztétek, hatalmas érték van ebben az együttműködésben, inkább hozzád azt a kérdést intézem, hogy te hogy látod, hogy az ügyfeleknek mi az érték? Mi értelme van a fejlesztőknek ebben gondolkodni például? Én azt látom az eddigi beszélgetések alapján. Nyilván nagyon sok fajta szereplővel volt szerencsém már beszélni a témában, és megérteni azt, hogy hogyan viszonyulnak ehhez. Én azt látom, hogy kettő eset van. Az első esetben az üzemeltetőnek az épületében még vannak kihívások, és vagy vannak változások, és hogy az az adattömeg, meg az a folyamat, amiben végigkíséri az integrációt és az üzemeltetést, abban nagyon sokat tanul arról, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek, hogyan lehetnének ezek hatékonyabbak, és hogy magában ebben a áramhálózat felé tartó úton, meg okos épület felé tartó úton is, ugyebár talál magának, meg találunk együtt olyan pontokat, ahol hatékonyabbá lehet tenni az ő rendszerének a üzemeltetését, működését. A másik pont pedig az, hogy ez nyilvánvalóan egy progresszív és előremutató dolog, ami ráadásul pedig egy könnyen implementálható a gazdasági oldalon, és arról van szó, hogy jön egy szereplő,
végez kockázatokat átvállal, vagy integrációt, és egy jövőbeni bevételt tesz lehetővé, tehát úgymond nem kell megemészteni egy beruházási döntést a fogyasztónak. Ez furcsa módon nagyon szokták, ezt nagyon szokták furcsálni a szereplők, hogy akkor mi majd akkor integráljuk, és akkor nincs egy díj ezért, de alapvetően az agregátornak a működése ez megengedi is a jelenlegi piaci helyzet is. És hogy másrészt pedig a bérlőknek és a létesítmény használóknak tud lenni még ez egy fontos pont, hogy ők tudják, hogy ez az épület az egy olyan épület, ahol nem minimalizálva van egy kár, vagy egy káros hatás, hanem az épület az aktívan tesz azért, és részt vesz abban, hogy több megújuló termelő tudjon felférni a hálózatra, és kevesebb emisszió kibocsátást csökkentsen. Tehát, hogyha valaki egy épület nyitott mondjuk a zöld energia irányába valaha is, akkor ez egy az ehhez képest egy passzív mód, amikor pedig az épület aktívan segíti a hálózatot, és ez a bérlőknek is egy jó érzés, mert tudja, hogy a cége olyan irodában van, meg ők olyan irodában vannak, ami a fenntartható szektorépítés, az energiaszektor transformációt is támogatja. Ez a kettő fontos dolog. De akkor azért ez feltételez egy megtervezett kommunikációt is a bérlők felé, meg egy olyan érthető kommunikációt, hogy a laikusok is gyakorlatilag, mármint a dolgozók szerintem, hiszen számukra is érték a bérlőknél dolgozók számára, hogy mit tud az az épület, ahol ők vannak, és gyakorlatilag így az ő elköteleződésüket, vagy motivációjukat is tudja támogatni egy ilyen rendszer. Én arra kanyarodnék egyébként vissza, hogy azzal indítottam, hogy ez az úttörő szerep, ez így sosem könnyű, és ugye a prezentációdban volt még két típus, hogy ugye vannak a korai és a késői többség, hogy ti mire számítotok ezek után tőlük, milyen aktivitásra, meg milyen vízhangra. Gergő? Igazából nekem nagyon nehéz kihelyezkedni a proaktív innovátor szerepből. Uh-huh. Mert hogy én amióta aktívan a karrieremet építem, és amióta aktívan szolgálom ezt a szektort, én azóta próbálok bármilyen innovációban részt venni, ahol csak tudok, és nagyon örülök neki, hogy itt dolgozhatok, ahol dolgozok, mert itt az egész szervezet is ezt támogatja. Tehát tényleg itt megtaláltam a helyem, ezért nekem erre nagyon nehéz válaszolni, hogy mi lehet a jövő, mert én nem szeretném, én azt szeretném, hogy minél többen csatlakozzanak, minél hamarabb, és minél kevesebben ezzel a késői követők szerepében. Úgyhogy én a többieket kérdezném inkább, mert... Hát igazából én azért tettem fel ezt a kérdést, hogy ti, mint innovátorok, ugye ezt el kell majd adni a piacnak, vagy már ugye elindult az, hogy ezt az egész gondolkodásmódot így a piacon érdekelté kellene tenni, és hogy ti hogyan gondolkoztok erről, hogy hogyan lehet meggyőzni a többieket. Nekem minden vállalkozásomat felülmúlt a piaci érdeklődés az elmúlt hónapokban. Tehát, hogy mi a nyár elején jelentettük be ugyebár az eddigi eredményeinket egy konferencián, és Gyuláikkal és Gergőikkel, és hogy ugye ennek, ugye annak ellenére, hogy jött egy nyár, több megkeresést kaptunk, mint amit végig tudtunk varni ebben az időszakban, és hogy ezek nagyon sokszínűek voltak. Én arra, az volt a várakozásom, hogy modern elektrifikált épületek, olyan modern, jól műszerezett irodaházak fognak leginkább jelentkezni, vagy ezeket kezelők és tulajdonoló vállalatok, mint a Balance Hall is. De nem. Nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok ingatlanfejlesztő, új fejlesztési ingatlan került asztalra, ahol egy fontos szempont lett az exit értéknek a növelése az integráció révén, sőt, tervezőasztalon lévő projektekkel is megjelentek a szereplők, hogy mi lenne, hogyha már nagyobb rugalmassággal és nagyobb tartalékokkal készülne ez az épület, és hogy itt jövünk oda-vissza, hogy mennyire jó most tudni, hogy a partnerünk ebben a Daikin, vagy hogy partnerünk ebben a CPI, hiszen látjuk azt, hogy kettő dolog kell például a Daikin oldaláról. Egyrészt egy gyártás és megfelelő berendezéseknek a gyártása, és emellett kell egy másik nagyon különleges dolog, a szolgáltatásoknak az irányába való eltérés. Ugye mi ezt láttuk a Daikin on-site-os távfogyaleti megoldásoknál és szervizzel, láttuk
a különböző ilyen IT fejlesztéseikbe, szolgáltató konstrukciókba, hogy mennek abba az irányba, hogy felülmúlják ezt, és hogy úgy tudtak szervizmérnököket adni az integrációkhoz, hogy röviden volt értelme. És hogy ezt jó megélni, hogy proaktív egy globális gyártó, és akkor jön, és akkor megmutatja az eddigi és spanyol kollégák eddigi vonatkozó tapasztalatait, van kivel beszélgetnünk, illetve hát Gyuláék oldaláról is hát olyan nagyon érdekes megoldásokat pakolnak az asztalra, és olyan impulzusokra számolnak be, hogy milyen innovatív megoldásokat látnak arra, hogy ezeket az adatokat használjuk, milyen barriereket, lehetőségeket látnak, és hogy nyilván mi, mint aggregátor nem tudjuk kitalálni, hogy igazából mit kell a fogyasztónál tennünk, de például Gyulának köszönhető, hogy megértettem, hogy mekkora kihívás az autótöltőknek a telepítése mondjuk a jövőben, és hogy mennyire nem egyszerű, hogy valahova lerakjunk mondjuk egy akkumulátort egy épületben, mert már minden négyzetméter át volt gondolva, hogy mit lehet még használni. Tehát, hogy nagyon, nagyon fontosak ezeknek az átlátása és a jövőbeni folyamatos megértése és tanulása. És hogy azt látjuk, hogy a szereplők sokkal inkább most a korai többséghez kezdenek tagozódni, és a késői többség miatt pedig nem aggódnék, mert hogy azok a szereplők 5-10 év múlva egyszerűen nem lesznek a piacon. Tehát, hogy nem kell velük tervezni 5-10 év múlva, mert aki ennyire leszakad majd a dekarbonizációban, az nem hiszem, hogy fog tudni versenyképesen szolgáltatni vagy beruházni. Elég megnézni a mostani gázárnövekményeket a napokban, és hogy én azt gondolom, hogy ez oda fog mutatni, hogy ők nem lesznek meghatározók egyszerűen. Uh-huh. És nagyon bízok benne, hogy a jövőben már a tervezési szempontoknál, vagy egy ingatlan fejlesztésekor már egy fő szempont lesz az, hogy hogyan tudja kiaknázni az aktuális ilyen lehetőségeket, és nagyon remélem, hogy minél több épületet pedig retrofitbe lehet kamatoztatni a okos épületként egy okos hálózaton. Köszönöm szépen. Gyula, nálatok gyakorlatilag ez a pilot projekt szinte az első lépés, hogy terveztek esetleg más általatok fejlesztett, üzemeltetett épületben ilyen jellegű megoldást? Igen, abszolút rajta vagyunk, vizsgáljuk a lehetőségeket. Én még ezt továbbvinném azt, hogy ebben még sokkal több van. Ugye itt mindig arról beszéltünk, hogy milyen jó komforton tart, milyen jó ezzel a megoldással komfortszint csökkenéssel lehet érni ezeket a szabályzásokat. Viszont ha azt nézzük, hogy egy épületben vannak ugye a épület tulajdonolók és a épületet bérlők, és közösen összefogunk, és esetleg azt mondjuk, hogy nekünk van olyan komfortszintünk, amiről le is tudunk esetleg mondani egy rövid időre, amellyel ugye a kibocsátás csökkentést el tudjuk érni, mert azért mindenképp most még nagyon sok fosszilis energiát használunk, rá vagyunk utolva a természet által nyújtott erőforrásokra, ami nem csak fosszilis energia lehet, hanem lehet az víz is, és a környezetüket szennyezzük, és nem csak, hogy elfogyasztjuk ezeket az erőforrásokat, hanem ezeket a kibocsátott anyagokat bele is szennyezzük a környezetünkbe, és mindent meg kell tenni ahhoz, hogy a előrendő célhoz olyan folyamatokat keressünk, amely a lehetséges megoldások közül a külső energiaigénye a legkisebb, és hosszú távon megbízható és gazdaságos technológia. Úgyhogy mi emellett leraktuk a voksunkat, és én egy kicsit türelmetlen ember vagyok, hogy előbb beszélte a Gergi, hogy ő ilyen fejlesztő, én is nagyon fejlesztő beállítottságú vagyok, nagyon, nagyon sokat jár az agyon minél jobb üzemviteli állapotokon, és én nagyon remélem, hogy hamarosan több épületünk is ebbe a hálózatba beleintegrálható lesz, vagyis legalább már eljutunk arra a szintre a közeljövőben, hogy a adatait tudjuk elemezni, hogy miképp tudjuk legjobban beintegrálni az épületbe. Köszönöm. Még egy utolsó körkérdésre maradt idő, aztán várjuk a kérdéseket, a hallgatóság részéről már érkeztek is. Akkor egy utolsó kérdésem így az lenne, hogy ugye korábban beszéltük még a PropTech kapcsán, hogy vannak intelligens épületek, okos épületek, most már egy ilyen tudatosabb épületről beszélünk, hogy szerintetek milyen lesz a jövő épülete, ha ezeken így túl gondolunk. Gergő? Én nagyon szeretem ezt a szót, ezt szerintem Gyula mondta.
a tudatos épületet, és ez itt teljesen beégett az én memóriámba. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen tudatos épület lesz, ahol minél több dologra odafigyelnek, ez mind adatgyűjtésből, mind komfort szempontjából, és minden aspektust tekintve. És ezeket nekem ami nagyon fontos, és alapvetően én ezt nagyon támogatom, az adatgyűjtést, és ahogy a Tamás prezentációból is láttuk, tudatosan úgy lehet építkezni, hogy megvan már hozzá a tapasztalat, ezt pedig az adatokból tudjuk kinyerni. Tehát ha látunk egy épületet, ha tudjuk, hogy működik, azt meg kell érteni, és ugyanezt megfelelő technikákkal ma már nagyon könnyen egy másik épületre is lehet ráhúzni gyakorlatilag, tehát hozzá igazítani, és innentől kezdve ez az integráció bár minden épületnél egyedi, egyre könnyebben fog működni, és egyre könnyebb lesz tudatos és jó működő épületeket létrehozni. Tehát egyértelműen a válaszom az, hogy tudatos. Uh-huh. Gyula? Ezzel én is egyet tudok érteni, hogy nem, remélem nem vagyunk messze attól, hogy az épületek egymástól tanulnak, mi meg az épülettől, de én nagyon, szóval ez az egész felgyorsult folyamat, ami zajlik most a világban, ha most egy kicsit ilyen filozófikus leszek, a Plutóról nézzük, hogy a utolsó 200 év hogy telt el, az egy nagyon gyors pillanat, és akkor azt mondjuk, hogy hát nézd meg, az ember elkezdte szennyezni a környezetét, aránylag reagált is, és meghozta intézkedéseket. Igen, nem csak, hogy sajnos a jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy hol van a T-idő, hol van az időpont, ahol már elkéstünk, vagy cselekedni kell, és én nagyon bízom az adatokban, az adatok nem hazudnak, és a megfelelő adatok feldolgozása az megadja nekünk számunkra azokat a válaszokat, amelyre el kell indulnunk. Én nagyon támogatom ilyen szempontból a mesterséges intelligenciát. Én azt gondolom, hogy az megoldás lehet most az emberiségnek arra, hogy a előtte álló kihívásokat le tudja győzni, mert hogy nagyon gyorsan kell a valós információ és nem a mellébeszélés, és azt gondolom, hogy ez csak így lehetséges, hogy ha adatokat bányászok, és annak megfelelően fogunk előrelépni. Tehát az adat nagyon fontos ugye a tudatos épületek tekintetében. Köszönöm szépen nektek így a beszélgetést Tamás felvezető előadás után, és akkor kérdésként érkezett Tamás felé, hogy többször említetted az akkumulátorokat, és a DSM szerves része az akkumulátorok telepítése, ez a kérdés. Ha igen, akkor nagyságrendileg mekkora kapacitásra van szükség az épület méretétől függően? Ez már egy mélyrehatoló technikai kérdés. Értem a kérdést, és igyekszek rá úgy válaszolni, hogy mindenkinek legyen ebből haszna. Először is, hogy használod a DSM kifejezést, kedves Péter, hát ez nem minden esetben DSM. Van a DSR, meg van a DSM. Demand Side Management az egy régebbi dolog, ipari parkokból jön a fogalom, amikor valamilyen lokális igények szerint egy helyi telephelyen valamit csinálunk, például gázmotorokat indít el az ipari park, ez egy Demand Side Management, egy lokális igényt kiszolgáló megoldás, és van a Demand Side Response, amikor pedig az épület, a vételezési hely, a fogyasztó reagál egy hálózatszintű problémára. Na most, hogy egy aggregátor miben tud segíteni, a rövid válasz mind a kettőben. Mert hogyha a Gyuláik rendszerére gondolok, akkor egy teljesítmény túllépésüket én ki tudom védeni. Ha az autótöltőkkel kicsit megszaladnának, akkor én le tudom csökkenteni más futóberendezéseknek a igényét, és tudok Demand Side Management is szolgáltatni, azt is tudom védeni, illetve Demand Side Response-ként a hálózatnak is tudunk közösen segíteni. Tehát, hogy értem is ezt a részét, illetve, hogy itt inkább most a Demand Side Response, tehát az épületen túlnyúló lehetőségek lettek az újdonságok, az, hogy a rendszerűenítő ezt január 1-től megengedi, hogy ez elszámolásba kerüljen, ne csak csináljuk, hanem elszámolásba kerüljen. Illetve, hogy akkumulátor. Hát akkumulátor, mert egy hőakkumulátornak, egy hőtárolónak, legyen ez hideg energia, vagy egy hőenergia, amit tud tárolni az épületnek az épületgépészete, illetve az épületnek a hőtároló tömege,
és hogy valamilyen módon, hát nagyon hasonló ez egy akkumulátorhoz, de nem egy közvetlen akkumulátor, villamos energiatároló. Nyilván lehet ilyeneket használni, és vizsgáljuk azt, hogy milyen módon lehetne ezeket használni, de ez nem egy szükséges része annak, hogy ebben részt vegyen egy létesítmény, és röviden az a rugalmasság és az a fogyasztási igény változtató képesség, amit mutattunk azon az adott áprilisi teszten, hát az bőségesen elegendő. Egy akkumulátor hát abban segítene, hogy ez a változás élesebb legyen, illetve abban segíthet, hogy hosszabb, de hogy van egy nagy különbség. Akkumulátorok esetén be kell ruházni, ha pedig csak retrofit használunk egy meglévő épületgépészeti rendszert, akkor nem kell beruházni. És hogy ez a beruházás ez nem egy muszáj dolog, de vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy mi az a pont, és mi az a módszer, mi az a solution, amiben ágyazva már megéri beruházni, de ebben is éve inkább úgy gondolkodunk, hogy mi ruháznánk be a fogyasztóknál, mint aggregátor az ügyfeleinknél, annak érdekében, hogy valahogy az ő energiagazdálkodási életüket azt boldogábbá tegyük. Jó, köszönjük szépen, reméljük, hogy ez válasz volt a kimerítő válasz volt a kérdése. Gergelyhez érkezett egy olyan kérdés, hogy mit kell tudniuk a termékeknek, meg a berendezéseknek ahhoz, hogy alkalmasak legyenek egy okos hálózati funkcióra. Gyakorlatilag azt kell tudniuk, hogy integrálhatóak legyenek egy BMS, vagy egy third party, tehát egy külső beavatkozó rendszernek. És emellett nem árt azért egy picit intelligensnek is lennünk olyan szempontból, hogy például a Daikin berendezéseiben már adott ez egy adatpont, amivel ECHO funkciót érhetünk el. Tehát elég egy gyakorlatilag adatpontot átbillenteni, és már elkezdődik ez a folyamat, amiről beszélgetünk. Nyilván itt fontos az, hogy ez nem elnagyolva a feladatot, de azért az aggregátornak is van feladata még emellett, tehát az épületet kiismerve, azért további beavatkozások is szükségesek lehetnek aznak érdekében, hogy elérjük a kívánt hatást, de gyakran elég ez az egy adatpont módosítása, és már működik is a kívánt reakció gyakorlatilag. Tehát a mi oldalunkról ez már adott volt eredetileg is. Köszönöm szépen. Így Gyulához is lenne itt egy kérdés, hogy milyen értéket képvisel az ingatlanban számotokra, hogy szabályozható az áramfelhasználás? Hát attól függ, milyen ingatlan értékre gondolunk, hogy ez vagyonilag fejezzük ki, azt most ennek a értékét talán nem tudnánk most azonnal ezt megmondani, mert ez egy új dolog, de számunkra ez egy nagyon, nagyon értékes épület, és mikor bejelentettük, hogy az épületbe ilyen beavatkozásokat fogunk végezni, akkor természetesen előtte a bérlőnkkel körbe mentünk, elmondtuk nekik, hogy mire használjuk az épületet, és egy kicsit tartottunk tőle, hogy talán egy kicsit idegenkedni fognak a bérlőink, de nagyon innovatívak voltak, és egy csomó új kérdés, csomó új megoldás, egy olyan együttműködési igény jött előre, hogy elgondolkoztunk rajta, hogy ezt erőforrással bírjuk-e felüljük, hogy viszont látszik, hogy a bérlői oldalon is megjelent ez az igény, és kell nekik az, hogy támogassuk az ő céljaikat is, mert ugye a céljaink az mindenképp közös, minden cégnek van egy saját célja, hogy a környezetre minél kevesebb hatást gyakoroljon, és hogyha valahol ő bérlő, akkor az csak a bérvadóval együtt tudja elvégezni sikeresen. Úgyhogy mindenki tehet maga, és most visszautalnék arra, amikor kérdeztük, hogy milyen lesz a jövő épülete. Én a jövő épületből én azt mondom, hogy egyszerűség, letisztultság, szerintem ez az irány fog előre vinni. Amikor ezt a balanszolt mi építettük, minden a fejemben volt, minden kis gyöngyszem, és mindig így próbáltam össze, mert csak hogy minél többet adjon, minél jobb legyen,
mindent bele akartunk rakni, próbáltam összeilleszteni, hogy hogy tudom belerakni, és sehogy nem bírtam összeilleszteni, mert nem volt életképes a dolog, és majd, hogy nem egy vadrózsát elkezdtünk nevelni, és azt szépen megmetszettük, és azt mondom, hogy egy nemes növény vált belőle, és ez mutatja az egyszerűség irányt és a letisztultságot. Ezt várom a jövő épületéből. Na, köszönöm szépen. És akkor én itt megragadnám a lehetőséget, hiszen most a Nemzetközi Zöldépítés hete zajlik éppen, és a holnapi napon lesz lehetőség épületbejárásra Belenzhólban. Úgyhogy én nagy szeretettel várok mindenkit, aki itt hallgatóságként szerepel. Én fogom várni ott többek között majd a HUGBC részéről, és nem tudom, Gyula, te ott leszel-e, mint túravezető, vagy más fogja vezetni a bejárást, de holnap tudunk találkozni, és aki még jelentkezni szeretne, mert regisztráció szükséges hozzá, az a HUGBC honlapon ezt megteheti. Én megköszönöm a beszélgető partnereknek a részvételt, és Tamásnak is az előadást, és a résztvevőknek mondanám, hogyha menet közben vagy később még fölmerül önökben bármilyen kérdés, akkor azt az info@hugbc.hu-ra írják meg. És most megosztanám a képernyőket, hiszen, vagy képernyőmet, mert a következő Green Talk-ra is szeretettel várjuk önöket, hogyha sikerül, de nem hagyja természetesen. De akkor lehet, hogy megosztás nélkül fogom ezt elmondani, hogy október 21-én várjuk majd önöket a hulladék gazdálkodás és ESG témakörben, szintén 3 órakor. Amikor majd a Recobin Kft. Ügyvezetője Ferenci Attila Maxim fogja önöket bevezetni a releváns uniós irányelvekbe, hulladékkezelés, ESG reportinggal, LEED Green és WELL minősítésekkel való kapcsolatába. Úgyhogy majd ez lesz a program októberben. És ugye itt a Nemzetközi Zöldépítés hetére még visszakanyarod, vagy a reziliens épületek egyébként a fő téma, és ezt az elején kellett volna elmondanom, de egy lányos zavaromban, hogy nem nagyon indult itt el a videó az eseménynek az elején, elfelejtettem mondani, hogy igazából ugye a reziliens épületek azt jelentik, hogy rugalmasan alkalmazkodnak az épületek ahhoz a követelményhez, ami éppen egy változó világból következik, jelen pillanatban, hogy a klímaváltozás. És ebben a tekintetben én inkább arra fókuszálnék, hogy itt egy olyan összefogás jött létre a részletekről, ami példát mutat, tehát abban is példát mutat, hogy hogyan lehet ezeket az épületeket létrehozni, megvalósítani és együttműködni más piaci szereplőkkel, hogy gyakorlatilag ez az alkalmazkodó képesség a piaci szereplők részéről is megvalósuljon, tehát nem csak az épületekben testesüljön meg. Úgyhogy én ezzel a pár gondolattal zárnám ezt az alkalmat, és még szeretném megköszönni a támogatóinknak a Green Talkhoz való hozzájárulást. Ugye az a kis film, ami az elején elindult, az Anteus céget mutatta be, amely beléptető rendszerekkel foglalkozik, és az RICS társult tagunk is segített a Green Talk kommunikációjában. Úgyhogy még egyszer köszönöm Gergelynek, Gyulának és Tamásnak, hogy itt voltatok, illetve a hallgatóságnak is, és akkor további szép délután kívánunk. Viszontlátásra!